Féltékenység miatt ölhetett. Egy 54 éves román állampolgára feltételezett elkövetője a tegnap délutáni orosi lövöldözésnek. Adatbázisban az őstermelők. Mától akár mobilon is utána nézhetünk, honnan és kitől származik a piacon vásárolt zöldség és gyümölcs. Változások a diákmunkában. Fizetett szabadság jár ezentúl minden iskola szövetkezetes diákmunkásnak. Féltékenység miatt ölhetett. Egy 54 éves román állampolgára feltételezett elkövetője a tegnap délutáni orosi lövöldözésnek. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A támadó egy házas párra lőtt. Az anya a helyszínen életét vesztette, férjét életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Iker gyermekeik is szemtanúk lehettek. A rendelkezésre álló adatok alapján egy román állampolgár szerda délután 15 óra körül itt, Oroson a Friss utcában, egy családi házban lövéseket adott le az ott lakó házaspárra. Az eset után nem sokkal a környéken élők adtak interjút stábunknak. Úgy hallottuk, hogy 3 év adták ezt a lakást el, és akkor költözött itt ez a házaspár vagy család. Igazán én 7 évig hordtam itt az újságokat. Ő velük úgymond ilyen köszönő viszonyban voltam, de nem régóta, vagy 2 éve, hogy ismertem őket. Egy ilyen középkorú házaspár, igazából így szimpatikusak voltak, és egy kislányuk, meg egy kisfiú volt, vagy van. Információink szerint az esetet a házaspár 7 éves Iker gyermekei is látták, a lövöldözés alapja féltékenység lehetett. Az asszony az őt ért lövés következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A férj életveszélyesen megsérült, ezen a felvételen ő van a mentőautóban házuk előtt. Információink szerint a sajtóban megjelent híresztelésekkel ellentétben a férj életben van. A feltételezett elkövető a lövöldözés után egy szürke színű MLB 257 forgalmi rendszámú Dacia Loggia típusú személygépkocsival ismeretlen helyre menekült. Az európai elfogató parancs alapján körözött férfit ma délután Kolozsvár belvárosában fogta el a román rendőrség. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság nemzetközi jogsegély keretében kezdeményezi a férfi kiadatását. Közös adatbázisban az őstermelők. Mától akár mobilon is utána nézhetünk, honnan és kitől származik a piacon vásárolt zöldség és gyümölcs. Az adatbázisból lekérdezhetők az őstermelők adatai. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a fejlesztéssel az áruk nyomon követhetőségét és a tudatos vásárlást segíti. A nyíregyházi búzatéri piac nem a legforgalmasabb napja a csütörtök, de azért vannak bőven vásárlók. A piacon a zöldség-gyümölcs kínálatból lehet válogatni, és ezek a kiskártyák megmutatják azt is, kitől és honnan került az eladópultra a termék. Gál Erzsébet Gerhard bokorban termel zöldségféléket, paprikát, paradicsomot, padlizsánt. Az asztali címkén látható, milyen növényeket termeszt még. Szeptember 1-től nem csak a piacokon, hanem a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kifejlesztett mobil alkalmazáson és egy internetes felületen is megtalálhatók az őstermelők. A gazdálkodók szerint ezzel is tisztulhat a piac. Szerintem nagyon jó, mert legalább tudják, hogy mit tesznek az emberek, nem a külföldi árut veszik, hanem a magyar terméket veszik. A mobil applikációt az őstermelői igazolványon szereplő 7-jegyű számmal lehet aktiválni. Az alkalmazás erősíti a fogyasztói tudatosságot, és élelmiszerbiztonsági szempontból is fontos, ugyanis nyomon követhető az áru. Egyébként nem csak a fogyasztók, hanem a felvásárlók is használni fogják az adatbázist. A kereskedelmet és az őstermelőt próbál egy kicsit elválasztani, ugyanis eddig összekeveredett, hogy egy őstermelői kártyával azok a kereskedők, akik reggeltől estig a nagyban árultak, elbújhattak esetleg egy ilyen őstermelő mögé. Most már ellenőrizhető lehet az, hogy egy bizonyos területtel rendelkezik ez a úgynevezett őstermelő, akinek ilyen kártyája lesz, és az valóban regisztrál a bevallásokor, hogy egy burgonyát termel, almát termel, fel fogja sorolni, és ezeket az adatokat meg fogja látni a vásárló is.
A vásárló megtudhatja azt is, hogy az őstermelőnek van-e érvényes igazolványa. 40 ezer őstermelőnek lesz hamarosan ilyen kártyája megyénkben. Ez az új őstermelői igazolvány jobban kezelhető, mint a papíralapú, és minden adatot tartalmaz. Ingyenesen juthatnak hozzá a gazdák. Akiknek 2015-ben lejárt a régi, már ilyet kapnak szeptember végéig, de vannak, akikét jövőre cserélik. Több támogatásra lenne szükségük a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei gazdáknak az Agrárkamarától, véli Halmi József, az MSZP megyei alelnöke. A politikus sajtótájékoztatóján azt mondta, a mezőgazdaságot ért idei fagykár és jégkár rosszabb minőséget és kisebb termés átlagot eredményezett több gyümölcsnél is. A felvásárlási árak szintén visszaestek. Ennek emelkedéséhez a megyei agrárkamaráktól, az Agrártárcától és a Magosztól várna segítséget a Magyar Szocialista Párt. A megybe belefúrtunk, nagyon sok megy ott maradt, a dinnye piac az a baj, hogy nem él, nem mozog, nagyon alacsony a felvásárlási ár, nem is vesznek sok dinnye termesztőtől meg dinnyét. Itt az alma, Szatmári és a Beregi részen a jégkár miatt csak léalma van, annak az ára 16 forint körül mozog, és még van egy őszi betakarítás, ahol a információk vagy a pletykák alapján inkább azt lehet mondani, hogy nem várható nagy felvásárlás jár. Fizetett szabadság jár ezentúl minden iskola szövetkezetes diákmunkásnak. Szeptember 1-től új szabályok érvényesek az iskola mellett dolgozó tanulókra. A változások szerint a diákok foglalkoztatási szabályait az eddigi munkatörvénykönyve helyett már a szövetkezeti törvény tartalmazza. Az újonnan életbe lépett szabályokat minden iskola szövetkezetnek be kell vezetni, legkésőbb idén, december 31-éig. Diákmunkára jelentkezők az egyik nyíregyházi irodában. Jelenleg 138 ezer tanuló dolgozik valamelyik iskola szövetkezeten keresztül Magyarországon. Ezekre a szerződésekre ezentúl nem a munkatörvénykönyvének, hanem a szövetkezeti törvénynek a szabályai vonatkoznak. Erre azért volt szükség, mert az Európai Unió jogértelmezésében a magyarországi iskola szövetkezeti foglalkoztatás, azaz a diákmunka nem volt értelmezhető jogviszony. Nincs például rendelkezésre állási kötelezettségük a tanulóknak, így például, ha nem érnek rá, vagy nem akarnak valamelyik nap dolgozni, akkor nem kötelezhetik őket. Ezt ugye egy normál munkavállaló nem tudja megtenni. Ebből adódóan egy csomó minden a munkatörvénykönyvéből nem értelmezhető, és emiatt világosság kellett tenni, hogy ez sokkal inkább hasonlít egy KFT vagy egy BT beltagjának a személyes közreműködésére, és emiatt volt szükség arra, hogy a szövetkezeti törvénybe kerüljön át. Ugyanakkor, mivel itt fiatalok szervezet foglalkoztatásáról van szó, nagyon fontos volt az, hogy garanciális elemek benne maradjanak a szabályozásba, tehát például a fiatal munkavállalókra vonatkozó szabályok, hogy 8 óránál többet nem dolgozhat, nem túlórázhat, nem dolgozhat éjszaka. Ezeken túl pihenőidőt is kapnak, valamint a teljes munkaidőben alkalmazott tanulók alapbére a minimálbér lesz. Az új szabályokat szeptember 1-e és december 31-e között kell bevezetniük az iskola szövetkezeteknek. Ebben az időszakban újra kell majd kötniük a meglévő szerződéseket. Szerencsére jó nyarat zártunk, rengeteg diák dolgozott nálunk. Sok új diák is kezdte el a munkát nyáron, reméljük az össze is fogják folytatni. A mai nap szeptember 1-én már megéreztük, hogy indul az iskola, elkezdődtek az évnyitók. Hát ilyen alkalmakkor így a szeptember 1-e hetében akár ilyen 50%-os is lehet a visszaesés, de reméljük, amint megkapják a diákok az órarendjüket, újból jelentkeznek a munkákra is, elkezdenek dolgozni az iskola mellett is. A nyári hónapokban több százan dolgoztak a szövetkezetnél, a legkiemelkedőbb hónap a július volt. Akkor összesen 15 millió forint volt az iskola szövetkezet tagjainak kifizetett munkabér. A szeptemberi visszaesés előtt már az augusztus is kisebb foglalkoztatotti létszámmal zajlik, a diákok általában az utolsó nyári hónapban költik el az eddig megkeresett fizetésüket. Egyháztörténelmi jelentőségű felújítás kezdődött Máté Szalka legrégebbi épületén. Egyebek mellett kicserélik az 500 éves Kossuth téri református templom bádok tetejét. A felújítás során a 33 méter magasból leszedett toronygombban 4 különböző kor egyházi emlékiratait találták meg, köztük egy több mint 130 éveset.
Dolgoznak a munkások a Máté Szalkai Kossuth téri református templomnál. Az épületet Csahói Ferenc csanádi püspök építette az 1500-as évek elején, legutóbb 1880-ban újították fel. Napjainkra külső és belső állaga is sokat romlott. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott 80 millió forint vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően kicserélik a tető bádogzatát. A felújítás során leszették a toronygombot, amelyből a 136 évvel ezelőtti felújítási munkálatok során elhelyezett egyházi iratok kerültek elő. A különböző korokban a lelkipásztorok beszámolnak az egyház akkori életéről, némiképp a város Máté Szalka helyzetéről, az akkori társadalomról, aztán szükségszerűen a néhány emlékirat a világháborúkról, az utáni állapotokról, hogy hogyan élték meg ezeket a borzalmakat, és hogy lelkileg hogyan igyekezett helyreállni az Isten népe, közössége. A négy lelkipásztor eredeti emlékiratait tartalmazó időkapszulát visszahelyezik a toronygomba, kiegészítve egy 1969-től napjainkig tartó összefoglalóval, valamint a város vezetése által elhelyezett emlékirattal. Mind a négy levélben van egy nagyon közös pont, mégpedig a jövőbe vetett hit és az isteni gondviselésbe vetett hit. Az én üzenetem lényege, azon túl természetesen, hogy írtam a városról, az volt, hogy azt kívánom a jövő nemzedéknek is, hogy ezt a hitet, ősöktől örökölt, mélységes hitet, az isteni gondviselésben, az isteni szeretetben, ezt őrizzék meg, legyen a lelkük tiszta, legyen a lelkük olyan emberi, mint amilyen azoké az embereké volt, akik belehelyezték ezeket a dokumentumokat ebbe a gomba, és azt kívántam nekik, hogy a következő generáció is ápolja úgy a keresztény hagyományokat és értékeket, mindazt, ami bennünket emberi tesz, mint ahogy mi próbáljuk. A közel másfél évszázadot átölelő emlékirattok másolataiból kiállítást rendeztek a gyülekezeti teremben. Grecso Krisztián és Kollár Klemenc László tartott irodalmi estet a Vidor Fesztiválon. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A hosszabbításban szerzett góllal tartotta otthon a 3 pontot a BKV Előre ellen a nyírbátori futballcsapat. A labdarúgó NB3 negyedik fordulójában lejátszott mérkőzésen Márton István együttese 3-2-re verte fővárosi ellenfelét. Egy arany, 2 ezüst és 2 bronzérmet szereztek az NVSC Big Boxing női versenyzői Halásztelken, a Vadmacskák a ringben elnevezésű ökölvívó gálán. A győztes Nagy Kitti a novemberi szófiai Európa-bajnokságra készül. A Vidor Fesztivál 9 napon át nem csak színházi, hanem képzőművészeti és irodalmi programokkal is várja a látogatókat. Novellák, versek és a zene volt a főszereplője annak az irodalmi estnek, amelyet a művész stúdióban láthattak az érdeklődők. A rendezvény vendége volt Grecso Krisztián, József Attila díjas író, költő és zenész barátja, Kollár Klemenc László, a Kistehén zenekar tagja. Meg a vásznak, meg a nejlunk, szegély réteg szénére nézte, egy jó sung, amit eldobott, nincs hatása az egészre. Egy jó sung, amit eldobott, nincs hatása az egészre. Grecso Krisztián visszatérő vendége Nyíregyházának. Az irodalom barátok a korábbi találkozások során megjelent könyveiről hallhatták az írót, most azonban zenészként találkozott a közönséggel. Az író és a dalszerző közös estjén előkerült iklet és barátság, szerelmek és szeretők, remény és lemondás. Nem lett ettől más, amit csinálok, alapjaiban minden ugyanúgy működik. Ez a duó az, ami megengedi azt, hogy egy ilyen alkotói térben ezt megmutathassam, hiszen ugyanilyen őszintességgel jön a Laci, aki meg a prózát hozza. És így a mi közös alkotói műhelyünk az valahogy egy lehetőséget ad erre, azzal, hogy közös dalaink vannak, és azzal, hogy új szerepben megmutatkozunk. Grecso Krisztiánt régi barátság fűzi Kollár Klemenc Lászlóhoz, a Kistehén zenekar frontemberéhez, akinek 2014-ben jelent meg novellás kötete Miért távolodnak a dolgok címmel. Bár a két irodalmár nagyon különböző egyéniség, a közös munka mégis sikeres. Úgy vagyunk mások, hogy közben meg van egy mégiscsak egymásra tudunk csatlakozni ezzel a mássággal. És ez nagyon fontos, és valószínűleg az esteken érződik. Úgyhogy nem
úgy erősítjük egymáshoz, hogy különben közben teljesen másról beszélünk. Grecsó legutóbbi regénye a Jelmezbál megjelenése után most színházi munkán dolgozik. Novemberben mutatja be a Víg Színház a Pál utcai fiúkat, amelyet Dés Lászlóval és Geszti Péterrel alkalmaztak színpadra. Jelenleg pedig Rutka Róberttel egy stúdió színházi produkciót készítenek. A hosszabbításban szerzett góllal tartotta otthon a 3 pontot a BKV Előre ellen a nyírbátori futballcsapat. A labdarúgó NB3 negyedik fordulójában lejátszott mérkőzésen Márton István együttese 3-2-re verte fővárosi ellenfelét. Egy héttel korábban Salgó Tarján van a hazaiak, a 96. percben egyenlítettek ki a Nyírbátor ellen, amely így 2 pontot Nógrádban hagyott. A sors gyorsan rendezte a számlát, a legutóbbi fordulóban Márton István együttese 2-szer is vezetett a BKV Előre ellen, de a fővárosiak mindkétszer egyenlítettek, másodszor a 86. percben. A csattanó azonban a hazaiaké volt, a 93. percben Hornyák megszerezte a nyírbátori győzelmet jelentő 3. találatot. Nagyon jó érzés volt átélni az utolsó pillanatokban lőtt gólt. Nagyon nagy élmény volt ez mindenki számára, viszont azt látni kell, hogy újra beleestünk abba a hibába, amiben Salgó Tarjánba, hogy nem döntöttük el a meccset egy gólos vezetésünknél. Akkor az ellenfél kiegyenlítette, és már nem volt időnk újítani, most viszont volt még egy pár percünk arra, hogy újra megszerezzük a vezetést. A forduló további eredményei a következők: Hajdúböszörmény Jászberény 1-0, Kazinc Balcika Rákosmentek HSK 3-1, 60 Monor 2-2, Reac Salgó Tarján 0-3, Tája Újpest 2-7-2, MTK 2 Tiszaújváros Város 2-0, DVSC Deac Putnok 1-1 és SMTK DVTK 2-0-0. A tabella élén a 9 pontos Kazinc Balcika áll, megelőzve a szintén 9 pontos Tiszaújvárost. Várost. A Nyírbátor 5 másik csapat társaságában 7 pontot szerzett, és ezzel 5. a táblázaton. Szerintem nem egy kifutott eredmény ez a legutóbbi 3 meccs, remélem, hogy így fogjuk folytatni. Most Monor ellen hétvégén szerintem minden adott, hogy ponttal vagy pontokkal jöjjünk haza. Az 5. forduló további párosítása a következő: Salgó Tarján Tája, Tiszaújváros Hajdúböszörmény, Putnok SMTK, Rákosmentek ASK 60, Újpest 2, MTK 2, DVTK 2, Kazinc Balcika, BKV Előre Reac és Jászberény DVSC Deac. Egy arany, 2 ezüst és 2 bronzérmet szereztek az NVSC Big Boxing női versenyzői Halásztelken, a Vadmacskák a ringben elnevezésű ökölvívó gálán. A győztes nagyketté a novemberi Szófiai Európa-bajnokságra készül. A többiek számára a fiúkkal egyetemben az őszi országos bajnokságok jelentik a következő megmérettetést. A nyári időszak gyakorlatilag versenymentes volt a nyíregyházi bunyósok számára, ezúttal is elmaradt a Sóstókupa, 5 hölgy csak augusztus végén lépett szorítóba egy 2 napos nemzetközi versenyen. A Halásztelki tornáról 5 éremmel tért haza az NVSC Big Boxing csapata, Nagy Kitti az első helyen végzett, Kovács Klár és Magyar Boglárka a dobogó 2. fokára állhatott fel, Vastag Sára és Molnár Renikő pedig 3. zárt. A következő hetekben már sűrű lesz a program. Szeptemberben elindulnak ugye a bajnokságok, de közben Nagy Kitti most, hogy megnyerte a tornát, a válogatottban készül, aztán lesz novemberben Európa-bajnokság, még mindemellett, amit valahogy össze kell hozni, tanulás, edzés, stb., hogy ki tudjon utazni. Szeptember végén serdülő, ott is van néhány, tehát minden korosztályban úgy néz ki, hogy sikerül indítani néhány versenyzőt, de nagyon nehéz megfelelő minőségű srácokat, lányokat összeszedni a bajnokságokra. Az elmúlt években a felnőtt férfi versenyzőket tekintve nem állt túl jól a szakosztály, és jelenleg sem túl rózsás a helyzet. Felnőtt női vonalban jók vagyunk, a férfiaknál ott viszont egyedül a Kovács Ricsi van, aki most a nyáron, illetve érettségizett, most a nyáron még kihagyott, úgyhogy szeptembertől Nyíregyházán kezdi a főiskolát, úgyhogy nagyon bízok benne, hogy teljes erővel nekivág, és akkor a december elején a felnőtt OB-n vele tudunk indulni. Illetve még gondolkodom néhány profi ökölvívón, mivel most megnyílt a lehetőség, leegyeztetve a szövetséggel, ha engedélyt adnak rá, akkor lehet, hogy elindítunk néhány profi ökölvívót is a felnőtt OB-n.
A mezőnyben biztosan nem lesz ott Nagy Lajos Márk, aki tavaly szeptemberben szerzett profi bajnoki címet, azóta viszont visszavonult és edzőként foglalkozik a nyíregyházi fiatalokkal. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Féltékenység miatt ölhetett, egy 54 éves román állampolgára feltételezett elkövetője a tegnap délutáni orosi lövöldözésnek. A támadó egy házaspárra lőtt, az anya a helyszínen életét vesztette, férjét életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, Iker gyermekeik is szemtanúk lehettek. Közös adatbázisban az őstermelők, mától akár mobilon is utána nézhetünk, honnan és kitől származik a piacon vásárolt zöldség és gyümölcs. Az adatbázisból lekérdezhetők az őstermelők adatai. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a fejlesztéssel az áruk nyomon követhetőségét és a tudatos vásárlást segíti. Fizetett szabadság jár ezentúl minden iskola szövetkezetes diákmunkásnak. Szeptember 1-től új szabályok érvényesek az iskola mellett dolgozó tanulókra. A változások szerint a diákok foglalkoztatási szabályait az eddigi munkatörvénykönyve helyett már a szövetkezeti törvény tartalmazza. A Kölcsei Televízió iradóját látták szeptember 1-én csütörtökön. Friss hírekkel természetesen holnap este is jelentkezünk, tudósításainkat megtalálhatják honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Folytatódik a napos meleg idő. Észak felől egy gyenge hidegfront közelíti meg térségünket, ami jelentős változást nem okoz időjárásunkban. Marad a nyárias meleg idő. Éjjel többnyire derült lesz az ég, csapadékra nem kell számítani. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de általában sok napsütés várható. Egy-egy zápor elvétve zivatar előfordulhat. Az északi szél helyenként megélénkül, délutánra 27 fokig emelkedik a hőmérséklet. A hétvégén is leszálló légmozgás lesz az uralkodó, a fátyol, illetve gomoly felhők mellett általában több órára kisüt a nap. Délutánonként néhol 30 fok közelében alakul a hőmérséklet. Hétfőn és kedden egy magassági hideg örvény halad el közelünkben, ezért átmenetileg több lesz a felhő és többfelé elered az eső, záporeső, helyenként zivatar is kialakulhat, de a hőmérsékletben nem várható jelentős változás. A jövő hét közepétől ismét napos meleg időjárásra van kilátás. Ma van a meteorológiai ősz első napja. Ha ezen a napon esős az idő, akkor abból esős őszt jósol a néphagyomány. Mai időjárásunk alapján azonban napos ősz várható.